estét, barátaink! Jó estét, Magyarország! Jó estét! Először is engedje meg mindenki, hogy levegyem azt a sapkát, ami most már 19 napja a fejemen volt. És fejet hajtsak én azok előtt, akik itt vannak. Azok előtt, akik nem tudnak itt lenni. Azok előtt, akik nap mint nap ez alatt a 19 nap alatt támogatásukról biztosították azokat, akik kiálltak a közmédia tisztessége, a sajtószabadsága, a demokrácia alapvető értékei mellett. Szávú Jarankát és a többieket tapsoljuk. Azok az emberek, akiket fenyegettek, emberi méltóságukban megaláztak azért, mert szót emeltek a hírmanipuláció, a hírhamisítás ellen, mert felléptek a közmédia politikai ejtőernyősei ellen, akiket oda tettek azért, hogy meghamisítsák a valóságot, eltorzítsák a valódit, hogy hamis színben tüntessék fel azt, ami az országban és az ország határokon kívül történik. Erre mondtuk azt, hogy elég volt! Elég volt a hazudozásból, elég volt a csalásból, elég volt a jogállam törvényeinek, az alkotmánynak a lábbal tiprásából, elég volt a megaláztatásból, elég volt a közmédia és a demokrácia gyalázatából, ami itt történik, és ami a falakon belül és kívül történt. Elég volt! Elég volt! Elég volt! Elég volt abból, hogy mások próbálják megmondani, mit kell gondolnunk, mi történik ebben az országban, mi a valódi és mi a hamis. Le a diktatúrával! 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 Ahogy eddig is, a 19 nap alatt végig békésen, állampolgári jogainkkal, emberi tisztességünkkel álltunk ki, azért éltünk ezekkel a jogokkal, hogy ebben az országban ne történhessen meg még egyszer az, ami már sajnos az elmúlt évtizedekben, századokban annyiszor megtörtént, hogy önkény uralkodik, hogy egy bármilyen csoport, bármilyen hatalom, bármilyen politikai színezettel a demokrácia alapvető értékeit semmibe véve akarja önkényesen eldönteni, hogy mit gondoljunk, mi legyen a médiában, mi legyen a hírekben. Erre mondtuk azt, hogy elég volt, elég volt. Elég volt! 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 Nagyon fontos, hogy mindaki itt megjelent, értse és vigye a hírt. Nem kell félni! Nem kell félni! Nem félni! Nem félni! Egy demokratának, egy igazi jogállamban, ahol nem csak papíron vannak törvények és papíron van alkotmányos rend, hanem a törvény szava valóban érvényesül, ahol a gondolat, a lelkiismeret valóban szabad, ahol a sajtó valóban szabad, és nem csak papíron az, ott nem kell, ott nem lehet, ott nem szabad félni. Sajtószabadságot! 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 Nagyon fontos, hogy mindenki tudja és lássa a hallgatás, a megfélemlítés falát,
le kell rombolni, nem szabad hagyni, hogy itt Budapesten, Magyarországon fenyegetéssel, önkénnyel felépítsék a budapesti falat, hogy falat húzzanak önök között azért, mert kinek milyen a meggyőződése, milyen az ideológiája, milyen a bőrszíne és az egyebek. Ne fogadják el, ne küldjék! Nem tűrjük! 19 napja éhségsztrájkolunk. Néhányan közülünk magamutogató antiszociális elemek. Ne is védted a hazugságokat! Karácsony szentestét itt tölteni a Kunigunda előtti, ki tudja minek a székháza előtt. Hogy egy olyan közmédia épület előtt állunk, amely közmédia napokon, heteken keresztül még arról sem számolt be, hogy itt nem csak hogy éhségsztrájk folyik, hanem hogy volt egyáltalán Lomnici ügy, hogy kit akartak itt, volt főbírókat, hogy hír manipulátorból lesz hír főszerkesztő, majd utána a közéleti főszerkesztő. Ez rajtatok, önökön is múlik, hogy megtörténhet, ezt nem lehet hagyni, tiltakozni kell minden ilyen önkényuralmi lépés ellen, mert ezek a lépések azok, amik oda vezetnek, hogy lassan, de biztosan felszámolják a demokráciát, felszámolják a köztársaság alapjait, és itt egész Európa és a világ szégyenére egy uniós jogállamból egy önkényuralomba lépő tekintélyi uralmi rendszer lehet. Nem hagyhatjuk, ne hagyják! Nem hagyjuk! 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 Mutassunk példát abból, hogy a jogokkal demokratikusan és békésen lehet élni, hogy nem félünk, nem lehet minket megfélemlíteni. Ha kell, az utcán élünk a gyülekezés alkotmányos alapjogával. Ha valaki el akarja venni jogainkat, akár visszamenőleg, nem fogjuk hagyni. Minden fórumon felszólalunk, mindez békésen, méltóságteljesen az egész világnak és az egész országnak példát mutatva tesszük. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy itt vannak, köszönöm, hogy támogatnak minket. Az éhségsztrájk folytatódni fog egészen addig, amíg el nem érjük azt a célt, hogy a hírmanipulátorok és az őket bújtogató vezetők távozzanak a közmédiából, hogy a közmédia valóban olyan rendszer legyen, amely hitelesen, pontosan, tárgyilagosan tájékoztat minket arról, hogy mi történik az országban, nem különféle politikai érdekcsoportok, kormányok szócsövévé váljon. Ezt nem fogjuk megengedni, ezt nem hagyjuk. Köszönöm, hogy itt vagytok. Mindenkinek nagyon békés, nagyon jó. Mi köszönjük!